Aktív közéleti személyiségekből álló lokálpatrióta csapat úgy gondolta, hogy érdemes a gyáli hagyományokat összegyűjteni és a tradíciókkal behatóan foglalkozni. Ezért aztán megalapították azt a tevékeny társaságot, mely Jálics Géza nevét vette fel. Következő interjúmból kiderül, hogy mi a társaság célja, feladata, de az is, hogy kik a vezetők. Szerencsére egyre többen vagyunk ebben a városban, akik büszkék vagyunk arra, amit ez a város elért, ahová ez a város mára eljutott, büszkék vagyunk történetünkre, hagyományainkra, és úgy gondoltuk barátaimmal, hogy ezt a büszkeségünket szeretnénk oly módon is megmutatni, hogy dolgozunk városunk történetéért, városunk történetével kapcsolatos dolgokért, a hagyományaink megismertetéséért, föltárásáért, és egyáltalán minden olyan lokálpatrióta jellegű tevékenységet szervezetformában is megpróbálunk véghez vinni, ami a gyáli hagyományok, a gyál történet, és egyáltalán városunk szerethetősége okán fontos. Nos hát, a közelmúltban megalakítottuk a Jálics Géza helytörténeti társaságot. Először talán a névadóról. Jálics Géza és általában a Jálics család gyál történetének egyik nagyon fontos családja, közössége volt. Jálics Gézáról azt érdemes tudni, hogy a 20. század legelején, illetve 19. század végén Jálics birtok volt gyál jelentős része, és Jálics Géza nevét egész Európában ismerik, hiszen a nagy filoxéra vész utáni homoki szőlőtermesztés egyik meghonosítója volt. Itt gyáli birtokán honosított meg olyan külföldi módszereket, ami a filoxéra vész után az elpusztult magyarországi szőlőültetvények újjáéledését jelentette. Olyannyira, hogy az akkori történelmi Magyarország területéről a szőlőművelésbe kezdeni vágyó gazdák ezrei jöttek ide tanulni Jálics Gézától. Gyál a homoki szőlőtermesztés mekkája volt az akkori szakirodalom leírása alapján. De Jálics Géza nem csak a szőlőtermesztés, a mezőgazdaság és általában a modern gazdálkodás megteremtésében ért el fontos nagy eredményeket, hanem társadalomszervezésben is. Ezért választottuk tehát a Jálics Géza nevet a helytörténeti társaság megalakulásakor. És ha jól tudom, akkor a megalakuláskor gyálváros prominens személyiségei is jelen voltak, egyet-kettőt említsünk meg közülük, és akkor mondjuk el, hogy mi a társaság feladata, célja. Igen, így van. Nagy örömünkre, akiket fölkértünk alapítótakként, mindenki nagyon boldogan és nagy lelkesedéssel vállalta ezt a munkát. Egy nagyon jó, nagyon ütőképes csapat jött össze. A Jálics Géza helytörténeti társaság elnökének Gyimesi István polgármester urat, nyugalmazott polgármester urat, városunk díszpolgárát választottuk. A társaság alelnöke dr. Sándor Tamás történész muzeológus lett, jó magam pedig ügyvezető alelnöki feladatokat látok el. De ott van a csapatban Kovalik Józsefné városunk másik díszpolgára, ott van Páncél Károly, aki nem politikusi minőségében, hanem lelkes gyáli lokálpatrióta, és nem utolsó sorban történelemtanárként van jelen, de vannak más történelemtanárok is, vannak idősebb, régi gyáliak, és vannak fiatal, tetrekész, városunkért tenni akaró fiatalok. Rengeteg ötletünk van, és nagyon-nagyon sok mindent szeretnénk fölvállalni. Inkább az most a teher, hogy a sok-sok egyenként remek és megvalósításra érdemes ötlet közül mit választunk rövid, illetve középtávra. Na, nézzünk néhányat ezek közül, az ötletek közül. Szeretnénk olyan gyűjtőmunkát elindítani, folyamatos gyűjtőmunkát, amivel lajstromba vehetjük értékeinket, gondolok itt az épített környezet értékeire, gondolok itt a gyáli szellemi teljesítményekre, életutakra. Tervezzük a gyáli helytörténeti füzetek kiadását, ami reményeink szerint azt jelenteni, hogy minden évben jelentkezünk valamiféle írásos dokumentummal, kiadvánnyal. Erre már számos ötlet van, hiszen
Vannak Gyál történetének viszonylag kevésbé megkutatott részei, vannak kiadatlan kéziratok, szakdolgozatok. Lehet, hogy érdemes lenne egy Gyál történetével kapcsolatos munkatankönyvet vagy munkafüzetet készíteni a gyáli iskolásoknak, és sorolhatnám tovább. Williams Telegram.